Az önkormányzat 2023 nyarán megkereste a lakosságot interneten, újságon keresztül, egyéb fórumokon, hogy problématérképet kívánunk felállítani, amelyben várjuk a lakosság jelzését, hogy milyen problémákkal találkoznak, milyen problémákat kell megoldanunk. Szerencsére sokan beküldték, több mint 100 ötlet volt, 100 javaslat volt, vagy 100 problémát vetettek fel a lakosok, amelynek a végrehajtása tavaly szeptembertől ez éven folyamatos. Vannak olyan problémák, amelyeket megoldottunk már, például mint a Hársfó úti lejáró kialakítása, a Mérjei úti járda kialakítása, ami megtörtént már a Béke út és a temető közötti szakaszon, vagy például a Gagarin úton található járdáknak az akadálymentes közlekedésének biztosítása. Most hármat felsoroltam, nagyjából 10-15 projektelem már megvalósult, vagy probléma megvalósult, és ezen az éven is folyamatosan be vannak tervezve azoknak a karbantartási munkálatai problémáknak a megoldásai, amelyeket a lakosok jeleztek felénk. Egy pár dolgot nem hoztam ezzel kapcsolatban a lapot magamhoz, nem tudom felsorolni az egészet, de egy pár dolgot tudok mondani, hogy a József Attila útnak a patkarendezése, a Kenyérgyári út patkarendezése, a 39-es számú útvonalon található akna megsüllyedése, a Május 1 úton található aknák süllyedésének a megoldása, egyéb ilyen feladatok voltak, amelynek az árajánlatkérései megtörténtek helyi vállalkozók által, vagy helyi vállalkozóktól kértünk árajánlatokat, és ezeknek a kiválasztása március elején meg fog történni, és nagyjából április végig ezek a problémák megoldásra is fognak kerülni, mint ahogy a legtöbb problémánál elindult ez a folyamat. Ezen túl az önkormányzat fejlesztésével kapcsolatban nagyon fontos a MÁV és az önkormányzat között kötött működési, illetve ellátási megállapodás, amelynek értelmében 21 áprilisától mi látjuk el a váróteremnek, illetve az állomásnak a tisztántartását, kezelését, fenntartását, amelyért egyértelműen a MÁV az önkormányzatnak fizet negyedévente, amelyből meg tudjuk vásárolni a megfelelő anyagokat, illetve tudjuk biztosítani a megfelelő fenntartást, illetve helyszínt, illetve tisztaságot. Nagyon sok olyan fejlesztést megvalósítottunk már, amiről beszámoltunk. Egy újabb fejlesztésről szeretnék beszámolni, amelyről nem tájékoztattam még a televízió nézőit, de már a Facebookon, illetve az Encsi hírekben megjelent. Ez a MÁV váróteremnek a felújítása tavaly évvégén megtörtént, több mint 5,8 millió forintból egy kis kerítésépítéssel, úgyhogy végre 21. századi környezet fogadja a MÁV váróterembe belépőket, nem csak a WC, nem csak a parkoló, nem csak a kamerázás, nem csak egyéb ilyen fejlesztések, hanem végre a váróterem is felújult. Ezen túl a MÁV-val folyamatosan egyeztetünk, a héten lesz a végleges egyeztetés, hogy milyen fejlesztéseket javaslunk mi is megvalósítani. Ebből egy párat elmondanék. Szerintem fontos az, hogy a parkolót bővítsük, amit kialakítottunk, hiszen nap mint nap teli van a parkoló, ami azt jelenti, hogy nagyon sok Encsi, illetve Encs környéki ingázik a városunkból Miskolc, illetve Kassa irányába, aminél fontos az, hogy legalább egy 8-10-15 parkolóhelyet tudjuk bővíteni még a mostani parkoló kialakításunkat, és lehetőségünk is van rá, hiszen szándékosan úgy alakítottuk ki, hogy bármikor bővíthető legyen. Fontosnak tartjuk azt, hogy a gyalogos közlekedés mellett, akik bőrönddel mennek, egy bőröncsúszdát alakítsanak ki mind a három irányba az aluljáróba. Az aluljáró lefedését erőltetjük, hogy a három bejáratnál egy lemezes vagy egy plexis tetőt alakítsunk ki, amelyel biztosítjuk azt, hogy az aluljáróknak a belső terei nem fognak vizesedni, nem fog beázni, nem fog víz megállni az aluljáróban. Hogyha ez megtörténik, akkor utána egy az egyben felújítható a teljes aluljárónak a belső területe, ami esetleg burkolat cserével, illetve a falaknak az új kialakításával tud járni, illetve még egy olyan fejlesztésünk van, amit szeretnénk kérni a MÁV-tól, akár segítünk is a megvalósításában nekik, az pedig a peronon való esőbeállóknak a kialakítása, amely több településen vagy több városban is vasútállomásokon jól működik. Ezeket mindenképpen szeretnénk kérni. Bízok benne, hogy a következő egy hónapban ezekről a MÁV akár velünk közösen dönteni fog, és meg fogja rendelni tőlünk vagy más külső szolgáltatóktól ezeket a fejlesztéseket. A MÁV-ról áttérve nagyon sok olyan beruházás van, ami város pénzügyi keretein kívül esik, tehát egyértelműen mondva, hogy nem a város hajtja végre ezeket a fejlesztéseket. Az egyik ilyen fontos fejlesztés a Fügödi Általános Iskola. A Fügödi Általános Iskola fejlesztése jól halad, a tetőcserék megtörténtek, a belső átalakítások mennek. Úgy néz ki, hogy 24. augusztusában kész lesz az iskola, és szeptemberben tud majd nyitni. Úgyhogy ez nagyon jó hír az encsfüggödi diákoknak, a tanároknak, akik részt vesznek, és nagyon hálásak vagyunk továbbra is mindenkinek,
hogy bár tőlünk kívülálló nehézségek voltak ezek, hiszen nem mi vagyunk a működtetői, illetve a fenntartói és ellátói az iskolarendszernek, de hogy eddig kitartottak, és már csak egy pár hónap, és végre új épületet vehetnek a kezeik közé a diákok, illetve az ott tanító tanárok. Az Abba Sámuel szakiskola az elmúlt héten adta át Ginopos forrásból nagyjából 61 millió forint értékben a beruházását, amelynek keretében a fő épületében itt az Abba Sámuel is szakiskolában a tetőt cserélték, illetve a szabadságú épületben ablakcserék történtek meg, és demonstrációs szobáknak a kialakítása valósult meg, új eszköz és bútorbeszerzésekkel együtt. Nagyon szépen köszönjük a Szerencsi Szakképzési Centrumnak, illetve Kancellár asszonynak, hogy folyamatosan pénzt fordítanak az iskola állagának megóvására és javítására. Ez is egy nagy előrelépés az ottani diákok életében, hiszen már nem kell attól tartani jó esetben, hogy nem fog beázni az iskola, és nem kell olyan tanterembe ülni, ahol esetleg beázott az iskola épülete. Míg önkormányzati fejlesztés az óvoda homlokzatának, az emeleti homlokzatának a cseréje, javítása. Ez már 2020 végén, 21-ben elindult projekt, és több ütemben valósítottuk meg. Ez egy nagyon nagy költségű projektelem, és az óvoda a saját költségvetése terhére valósítja meg. Így a tavalyi év végén megrendelte az utolsó fejlesztést is, és úgy néz ki, hogy április-májusáig az óvoda emeleti homlokzat burkolata teljes egészében körben megújul, ezáltal úgymond befejezetnek tekinthető lesz az Encsi óvoda fejlesztése, ezért is van arra majd lehetőségünk, hogy bizonyos forrásokat, esetleg önkormányzati és óvodai forrásokat már a Fögöd iskolára csoportosítsunk át. Nagyobb fejlesztésekkel kapcsolatban itt az uniós pályázatokra, az ipari park, illetve a lakóvezetre gondolva egy rövid összefoglalást szeretnék adni. A legtöbb pályázatunk közbeszerzés alatt van most, úgyhogy a következő polgármesteri beszámolóban, ami remélhetőleg 2-3 hét múlva, egy hónap múlva meg fog történni, teljes körű tájékoztatást tudok majd adni. Egy olyan pályázatunk van, az Encs délkeleti kiszolgáló útjainak a fejlesztése, amely a Muskátli utca, a Hunyadi utca, a Téglagyár utca, Vadvirág utca érintett, amelynél, illetve a Május 1 úti kereszteződések és azoknak a plusz szakaszai, ahol már a közbeszerzés lezárult, a kivitelezővel aláírtuk a szerződést, és a napokban március elején fogják átvenni a munkaterületet, a műszaki terület átadás átvétel meg fog történni. Ennek a jelenlegi költsége, közbeszerzési költsége nettó 56 millió forint. Az ipari park pályázatnál az engedélyezési eljárás zajlik, ott hamarosan kiírásra kerül a közbeszerzés, illetve magánál a szociális alapszolgáltatások fejlesztése esetében a szociális konyhák átminősítése miatt, hogy ezek nem szociális konyhák, hanem iskolai konyháknak minősülnek, ott a pályázat újratervezése zajlott az elmúlt időszakban, és most jutottunk el odáig, hogy az államkincstár felé benyújtjuk a módosításunkat, és ezután fog tudni indulni majd a közbeszerzés. A többi pályázatunknál az úszoda, a csapadékvíz pályázat, a másik utas pályázatunk esetén mind a közbeszerzés zajlik, illetve van még egy másik pályázatunk, ami nem közbeszerzés köteles, hiszen szoft tevékenységeket, humán szolgáltatásokat nyújtunk, az a szociális célú városrehabilitációs projektünk, amelynek az első mérföldkövét elértük 2023. december 31-én, és most már ebben az időszakban a munkatársaink, a szociális munkások, illetve a projekt gazdák már a fizikai megvalósítását végzik ezeknek a tevékenységeknek. Előadások, oktatási tevékenységek, kertprogramokat indítunk, most eszközbeszerzéseket valósítunk meg, amelyben a szegregátumban próbálunk majd értéket teremteni, illetve az is lakossági probléma, és ezt is belevettük, hogy például a patkányírtás a Szugon, ez nagyon fontos a romostelkek miatt. A romostelkekkel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy az önkormányzati szeretné megoldani a problémát, és dolgozunk a probléma megoldásán, hiszen vannak olyan elbontott épületek, vagy összedőlt épületek, amelynél bizonyos személyek, entitások oda viszik a szemetet, és ott hagyják, és illegális hulladéklerakókat képeznek, amelyben esetleg rágcsálók jelennek meg, amely zavarja a szomszédokat érthetően, meg maga szubjektív kinézetre is zavarhatja a szomszédokat a mellettük lévő teleknek az állapota. Ezeket a telkeket kisajátítás útján vagy adásvétel mellett pályázati forrásból fogjuk tudni felszámolni ezeket a telkeket, illetve zöld területet, játszótereket, egyéb közparkokat létrehozva ezeknek a helyén. Ehhez az kell, hogy az állam, illetve a megyei önkormányzat kiírja az a szociális célú városrehabilitációhoz köthető projektnek a testvérprojektjét, a kísérő projektjét, amelyben már fizikai megvalósítások történnek. Ebben van benne a lőtér épületének a felújítása, a szociális lakások kialakítása, a Rákóczi út kiszolgáló útjának a felújítása és egyéb ingatlanoknak a fejlesztése, felújítása, játszóterek kialakítása, és ami a legfontosabb most ebben a témában, hogy ezeknek az épületeknek, vagy ezeknek az ingatlanoknak a teljes körű felszámolása és az illegális hulladék elszállítása.
Ez, hogy mikor fog megtörténni a kiírás, ez nem csak a megyei önkormányzaton múlik, bár rájuk hivatkoztam, hanem az Európai Bizottságon is és a magyar kormányon. Bízunk benne, hogy az uniós tárgyalások odáig eljutnak hamarosan, hogy ezek a projektek kiírhatóak lesznek. Ezeken túl nagyobb beruházásunk az új lakóvezet kialakítása. Az új lakóvezetben egy park fog létrejönni, hogy beszámoltunk, illetve 14 családi házastelket alakítunk ki mi. Ott 12 családi házastelket eladtunk, 2 családi házastelek hamarosan eladásra fog kerülni, amennyiben a településrendezési terv, az új településrendezési terv módosítás rendelkezésre áll. Itt az fontos tudni, hogy a víz, szennyvíz hálózat, illetve az út kiépítését vállalta az önkormányzat a tulajdonosok felé. A víz és szennyvíz vízjog engedélyezésre március 20-áig kell, hogy beérkezzen. Az út kialakításának a kezdete már megtörtént tavaly éven, amikor a humusz réteget leszettük, de április 1-ével fog indulni Jencsi kivitelező által az új lakóvezetnek az úthálózatának a kialakítása. Ennek a költsége összesen nagyjából 80 millió forint, amelyből 56 millió forint az éven valószínűsíthető, mint költség, és ez az 56 millió forint jelenleg is rendelkezésre áll. Ez nem olyan forrásokból valósul meg ezeknek a beruházás, hogy máshonnan veszük el ezeket a pénzeket, hanem a telkek eladásából származó bevételeket fordítjuk jelen pillanatban majd az úthálózat fejlesztésre és a szennyvíz és vízhálózat kialakítására, majd amennyiben az önkormányzat feladata az új rendelkezések alapján. És egyetlen egy nagyon fontos témát szeretnék mondani még. 2024. októberében jár le a mandátumom, azonban az a mandátum, amit a város szolgálatához kaptam a város lakosságától, de 2020. június 9-én valószínűsíthető az önkormányzati választás. A választási kampányban kevesebbet fogok megjelenni ilyen formában, mint polgármester, hanem mint polgármester előtt szeretnék majd kampányolni. Így külön fogjuk venni az önkormányzat, illetve a polgármesteri kommunikációmat. Azonban a kampány elindulása előtt szeretnék mindenképpen egy ciklus záró fórumot tartani, amelyben az elmúlt 4-4,5 évnek az eredményeit, nehézségeit, kihívásait szeretném önöknek bemutatni. Ez a ciklus leltár bemutatása ez március 21-én, 6 órától, délután 6 órától fog megvalósulni a művelődési háznak a nagytermében. Nagyon sok szeretettel hívok minden érdeklődőt, akit érdekel az elmúlt 4,5 éves munkánk, illetve várom azokat is sok szeretettel, akik esetleg kérdéseket szeretnének feltenni, vagy problémákat javasson, hiszen nálam mindig lehetőség volt arra, hogy személyes véleményüket megfogalmazzák, kritikájukat építő vagy nem építő kritikájukat megfogalmazzák felém. Úgyhogy sok szeretettel várok mindenkit március 21-én a Művelődési Házban a ciklus záró fórumunkra, a ciklus leltárunkra.